Én örülök, minden évben járok, úgyhogy mindig itt vagyok. Szekszárdon hosszú évek óta hagyomány, hogy októberben rendezvénnyel köszöntik a szépkorúakat. Ezúttal is szép számmal érkeztek az idősek a Babits Mihály Kulturális Központba. A programon Gyurkovics János alpolgármester mondott ünnepi beszédet. Sokan talán itt voltak tavasszal is, amikor végre a járvány engedte, és Mága Zoltán nagy sikerű produkciójával pótolhattuk a 2021-ben kényszerűen elhalasztott találkozásunkat. Az egyik baj lassan múlóban, a koronavírus már nem zár el minket egymástól. Az oltásoknak köszönhetően magabiztosabbak lehetünk, bátrabban találkozhatunk, de a veszély még nem múlt el teljesen, ezért kérem, figyeljenek egymásra továbbra is, és legfőbbképp vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Jó lenne, ha azt mondhatnám, hogy ezzel a legnagyobb gondot, problémát kibeszéltük, de alig, hogy szűnik az egyik, mindjárt megkaptuk nyakunkba a másikat. Az orosz-ukrán háború és annak hatásai kérlelhetetlenül elértek hozzánk is, régen látott áremelkedések, elmúlt korok emlékeit ébresztetik sokakban. Az energiahordozók árai szinte ezekben vannak, otthon a mindennapok szintén védve vagyunk. A kormány döntése nyomán az átlagfogyasztásig senkit nem érint az energiaköltségek növekedése, de holtba mi is járunk, ott pedig már szembe jön a valóság, és bizony mélyebbre kell nyúlni a pénztárcában, amit a visszamenőleg is járó nyugdíjemelés ellensúlyozhat valamelyest. Az önkormányzat ugyanezen okokból is egyre nehezebb feladatokkal kell megküzdenie. Ilyenkor legegyszerűbbnek tűnne megvárni önként vállalt feladataintól, de nem ezt tesszük. Megtartjuk, sőt bővítjük a 62 éven felülieknek járó karácsonyi csomagprogramunkat, aminek egységárát megdupláztuk. Az alpolgármester hozzátette, hogy ezek mellett a szociális tűzifa programot is megtartják, ami szintén nagy erőfeszítés a megyei jogú városnak. És nem vagyunk hajlandók lemondani arról, ami minden közösség alapja kell, hogy legyen, az idős tagjaink megbecsüléséről. Ennek bizonyítéka, hogy ma itt vagyunk, együtt vagyunk, és köszönetet mondunk önöknek. Az a társadalom, amelyik nem becsüli meg méltóképpen szépkorú tagjait, pusztulásra ítéltetett, mert eltékozolja azt a bölcsességkincset, amelyet években és élettapasztalatban gazdagabb tagjai ajándékként nyújthatnának felé. Az a társadalom, amely a legbölcsebb korosztályok tudására épít, saját, s majd unokáinak, dédunokáinak jövőjét alapozza. Így kívánunk tenni mi magunk is. Külön köszönjük a város időseket tömörítő civil szervezeteinek, hogy segítségükkel hozzájárultak a mai nap sikeréhez. A rendezvény folytatásában Peller Anna előadó és a Medinai Tambura zenekar szórakoztatta a résztvevőket. Társaságban találkozunk, osztálytársakkal, ha más nem, itten találkozunk, és nagyon jó ez a program, hogy a város ezt elindította 6 éve. Úgyhogy ez le a kalappal, minden alkalommal. Van, amikor volt, hogy pogácsát kellett osztani, tehát önkéntes is voltam, itt voltam majdnem egész nap, úgyhogy most így jöttem, hogy de már látom, hogy már átadták a műfháznak, tehát már nem kell itten pogácsát osztani, üdítőt osztani, figyelni, melyik asztaltú fogyott el, hogyan volt, mint volt, úgyhogy én nagyon örülök, hogy legalább program is van, kimozdulunk, és azért jót teszünk a városoknak is, a lakóknak. Az eseményen minden 65. életévét betöltött szekszárdi polgár ingyenesen vehetett részt. Az a kicsi pánikó, ma is olyan ragyogó, neked jelent már, ez a fát, az ifjúság.
Regenerálódik.